A rendház épületének földszintjén öt teremben található a tárlat, amely mintegy 150 műtárgyan mutat be. Ezzel bepillantást engedve a hat történeti múzeum gazdag gyűjteményébe. A tárlatra beválogatott kiemelt jelentőségű darabok az elmúlt időszakban rendkívül ritkán, vagy egyáltalán még egy alkalommal sem kerültek a látogatók elé. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékei közül több nemzeti erekének számító műtárgy is látható. Köztük kis Ernő a tábornagy Honvéd tábornoki szolgálati Attillája és csappantyús pisztolya. A jellegzetesen magyar szabja típusból, a fringiákból is egy látványos elrendezésű összeállítás várja a látogatókat. A hadimúltunk kincsestára a válogatás a hat történeti múzeum értékeiből című időszaki kiállítást meghosszabbítják, így az 2024. január 14-ig lesz látogatható Székesfehérváron a Szent István Király Múzeum rendház épületében.